Rádió Egyetem. Last Minute Lukács Béla. Időgépek, meteoritek, fekete lyukak és kisbolygók. Lukács Béla előadása. Jó napot, vagy most már jó estét kívánok, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm valamennyiüket a Szabadművelődés Házában. Ez a Minden Tudás Főiskolája című előadás sorozat negyedik szemeszterének záró foglalkozása. Mi ezt nagy zsenialitással úgy találtuk ki, hogy Last Minute Lukács Béla. Tudni, azt hiszem példanélkülálló módon ez a negyedik szemeszter mindegyik előadásának a megtartására, ennek a negyedik szemeszter mindegyik előadásának megtartására dr. Lukács Béla professzor urat kértük föl, és akik itt voltak, azok tudják, hogy holott ő elméleti fizikus, a tudományterület mindenféle részéről beszél, bemutatta, hogy létezik gazdasági örökmozgó, elmondta, hogy Kolumbusz az ókori görög csillogászok tévedése folytán ment arra, amerre ment, aztán kiderítette azt, hogy a magyar-latin nyelv az rokon, de csak akkor, hogyha Kínából indulunk, a búza, mint ilyen nem is létezik, és még mi is volt, nem is tudom. A történelemhamisítás egyrészt a történészek bűne, másrészt a csillagászok bűne, pontosabban az űrkutatók bűne. És azt gondoltuk mi itt a barátaimmal, a kollégáimmal, hogy most akkor legyen szabad a pálya, és mindenki kérdez, amit akar. Az előbb beszélgettünk itt az irodában, miközben a professzor úr készült az előadásra, és én Rejtő Jenőt idéztem, az előretolt, bocsánat, a Láthatat a Lérió című regényben van egy olyan kérdés, amikor a Lord megkérdezi Mr. Wilkie-t, hogy Mr. Wilkie, van olyan feladat, amit ő nem tud megoldani? Mr. Wilkie rövid habozás után úgy válaszolt, hogy nincs. Én azt gondolom, hogy nincs olyan tudományterület, vagy ismeretterület, amiről Lukács Bélát nem lehetne kérdezni. Tehát ez a Minden Tudás Főiskola negyedik szemeszterének hatodik előadása, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, van egy kedves feladatom. Talán tudják, hogy ez a háza, a Szabadművelődés Háza, ez meglehetősen nagy hangsúlyt fektet a természettudományos ismeretterjesztésre, és a magyar tudományos élet kiválóságainak sora fordult már meg ebben a házban. Tényleg a legkiválóbb előadók, legkiválóbb tudósok, közülük is legtöbbször Lukács Béla, úgyhogy tulajdonképpen őt már be is vettük a munkatársaink névsorába. Azon kívül van még egy apropó, nem napra pontosan, de Lukács Béla 60 éves. Isten éltesse! Na kérem, a legelső fizikailag rendben lévő időgép modellt 1935-ben csinálta egy Van Stockholm nevű kolléga, aki egy Skóciában kiadott fizikai szaklapban publikálta az eredményt, tehát 1935-ben még külön skót újságok, szaklapok is voltak, aki nem gyűrű alakú időgépet javasolt, de az mindjárt érezni fogjuk, hogy csak egy apró technikai részlet, hanem ő egy végtelen hosszú, egyenes rudat javasolt, amit a tengelye körül kell nagyon gyorsan forgatni. Tehát ugye ez egy ilyen hosszú, végtelen hosszú rud, és a rudat önmagában forgatom. Tehát nem a rudat forgatom mondjuk egy kör pályán, hanem ez egy körkeresztmetszetű rud, és a rudat forgatom így a saját hoztengelye mentén körbe. A saját hoztengelye körül körbe. És akkor azt mondta, hogy megmutatta, hogyha fél fénysebességnél nagyobb sebességgel tudja forgatni a rudat. Hát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a kerületi sebessége fél fénysebességnél nagyobb. Akkor, ha valaki körbe megy a rúd körül,
és megfelelő távolságban megy körül, és így tovább, akkor visszakerülhet időben. Előre mi magunk is tudunk kerülni, úgyhogy nem megyünk oda a rúthoz, és ülünk békességbe. Persze, hát a forgás irányjal egybehangzó irányba is lehet kerülni a rudat, meg ellentétesen is lehet kerülni, meg lehet csavarvonalban is kerülni. Szóval itt a navigációnak sok-sok lehetősége van. Ezek közül bizonyosaknál vissza lehet kerülni időben, de csak akkor, hogyha a rúd kerületi sebessége fél fénysebességnél már nagyobb. Na mostan, tehát mondom, ezt 1935-ben a Van Stockum lepublikálta, és azóta sem talált senki hibát a számításban. Na most akkor rögtön mit mondtak neki? Rögtön azt mondták a kollégák egy része legalábbis, hogy hát ez megvalósíthatatlan. Miért? Hát ugye erre két okot lehet mondani. Az egyik az, hogy nem tudom fél fénysebességgel forgatni a rudat. Miért nem tudom? Hát ennek csak technikai oka van, ugye? Mert félfénysebességgel egyébként lehet mozgatni, és gyorsítóban részecskéket a fénysebesség 99%-ára, meg nem tudom mire is föl lehet gyorsítani. Tehát az, hogy egy rudat én félfénysebesség kerületi sebességgel forgassak, annak csak technikai akadálya van. Tehát azt lehet mondani, hogy jelenleg nem tudunk olyan szerkezeti acélt csinálni, ami ezt kibírna. Na de hát amikor az embernek időgép modelleket mutatnak, akkor az, hogy azt 1935-ben a brit ipar nem tudja megvalósítani, az nem egy komoly ellenérv. Na most a második ellenérv az már komolyabb volt, az azt mondta, hogy nem lehet végtelen hosszú rudat forgatni. Hát mert úgy csinálok egy végtelen hosszú rudat. Csak nagyon hosszú rudakat tudok csinálni, és akkor erre a Van Stockum azt mondta, hogy hát ő neki a legcsekélyebb kételje sincs abban, hogyha a rúd nem végtelen hosszú, hanem csak nagyon-nagyon hosszú, akkor nyilvánvalóan csak úgy lehet időben visszakerülni, hogyha ha a rúd mondjuk nem fél fénysebességgel forog, hanem 53%-ával forog a fénysebességnek, és hagyják őt békén ezekkel az ellenvetésekkel. Na most ezt egészen szigorúan 1962-ig nem tudták megmutatni, hogy egy nagyon hosszú rúd az gyakorlatilag olyan, mint egy végtelen hosszú rúd. Ellenben 1962-ben történt az a nagy áttörés, hogy egy Kerr nevű kolléga megoldotta a gravitációs egyenleteket forgó fekete lyukra, és akkor néhány éven belül kiderült, hogy a gyorsan forgó fekete lyuk gyűrűje az olyan, mint egy önmagába visszazárt Van Stockum rúd, ugye akkor már nem probléma az, hogy végtelen hosszú-e vagy nem, mert visszajön önmagába, tehát egy véges darab. Tudnélik, az ilyen gyűrű körül, tehát most úgy, hogy magát a gyűrűt kerülöm meg, nem a lyukat, a gyűrűt, ott is vissza lehet kerülni időben. Na most volt egy Paul Anderson nevű kolléga, aki fizikus diplomája volt, de fizikusi szaktevékenység helyett szifik írásával tengette életét, amiből egyébként nagyon kitűnően megélt, és tisztességet és becsületet szerzett, aki azt hiszem a 70-es években írt egy szifit erről, egy egész regényt, amiben az űrhajó tulajdonosa az politikai üldöztetés elől szökik, és felhasználja egy régi, nagyon fejlett civilizáció által az űrben ott hagyott Van Stockum rudat. Ő igazából csak térben akar messzire kerülni, de mivel nem tud pontosan navigálni, mert ugye
a földi tudomány még nem áll azon a fokon, azért csak úgy körülbelül navigál, és ezért időben is elugrik valahova, és utána évekig dolgozik azon, hogy visszakerüljön. Ugye a kiinduló pontjára. Na, szóval a helyzet az. A forgó fekete lyuk az a jelenlegi legmegbízhatóbb fizikai elméletünk szerint időutazásokra ad lehetőséget. Viszont az időutazásokból paradoxonok keletkeznek, ez az önmagával találkozás. Most akár egy ember, akár két hajtómű darab, ami egy, de önmagával találkozik az űrhajózás közben. Ez mindenképpen valami problémákra vezet, és arra következtet, hogy valószínűleg kutya megjósolhatatlan dolgok történnek a forgó fekete lyukak belsejében. És nem azért történnek megjósolhatatlan dolgok, mert a fizikai leírásunkkal van baj, hanem azért történnek megjósolhatatlan dolgok, mert amikor a fizikai leírásunkkal végigkövetünk egy ilyen pályát, akkor önmagával való találkozások lépnek föl, amiknek még el sem tudjuk képzelni a végeredményét. Na most még egy megjegyzés, de ez már nem fizika. Miért mondok én itt inkább embert, mint atomokat? Azért, mert úgy szoktuk gondolni, hogy az embernek van szabad akarata. Egy Igor Novikov nevű kolléga lényegében 1994-ben megcsinálta azt a leírást, amivel az egész dolog tisztázva lenne akkor, hogyha nincs szabad akarat. És ezt nevezte ő el időbeli biliárdnak. Tehát elképzelt ilyen mondjuk gömböket, merev szilárd gömböket, amik azonban furcsa pályákat tudnak a téridőben bejárni, és ezért saját magukkal ütközhetnek. És akkor leírta, hogy milyen lesz a pálya akkor, hogyha saját magával ütközik egy ilyen biliárdgolyó. Tehát nem egy másik biliárdgolyóval, saját magával. Na igen, tehát hogyha a mechanika egyenleteit alkalmazom egy időutazásos világ, a világnak egy időutazás lehetővé tevő részeire, akkor megvan a leírás, és jósolni lehet. A szabad akarat itt azért okoz problémát, mert hogyha az embernek szabad akarata van, akkor befolyásolja a saját jövőjét, méghozzá megjósolhatatlanul. És akkor lép föl a paradoxon. Most akkor erre egy lehetséges válasz az, hogy nincs szabad akarat, minden rendben van, de hát mi úgy szoktuk érezni, hogy van. Tehát vagy mi magunk is gépek vagyunk, és csak képzeljük a szabad akaratunkat, ez egy lehetséges megoldás. Nem nagyon kellemes gondolat, de hát, Istenem, miért kellene minden gondolatunknak kellemesnek lennie? Tehát az egyik lehetőség az ez, és akkor mindent meg tudunk jósolni. A másik az, hogy szabad akarat van, és akkor újra bejön az, amit mondtam az elején, hogy ha az űrhajós kifelé jövet, azt mondja saját maga korábbi állapotának, hogy hát oda ne menj, mert az kellemetlen lesz, és az elkerüli, akkor ki is az, aki kifelé jövet szólt neki? Na, tehát, de a probléma nem fizikai. Nem a fizikai elméletekkel van itt probléma. Itt valami mélyebb probléma van, és azt a mélyebb problémát egyelőre nem tudjuk kezelni, és azért mondom én azt már harmadszor vagy negyedszer, hogy a tejútrendszer közepén minden bizonnyal ott lévő forgó fekete lyuk belsejében valami nagyon furcsa dolgok lehetnek, amit
Egyelőre csak annyit tudunk mondani, hogy ott nagyon furcsa dolgok vannak, és a jövőbeli űrhajósoknak az egy érdekes feladat lesz, hogy hát mondjuk, ha kellően kevésre becsülik az életüket, mert ugye lehet ezek után, hogy elpusztulnak, amikor belemennek, de az is lehet, hogy nem pusztulnak el, és akkor majd Nobel-díjat kapnak, de ezt valakinek majd akkor ki kell derítenie. Milyen félefajta szerkezetek, amik mondjuk igen picikék, valamilyen módon akár információt is hordozhatnak, mondjuk ilyen mikrorobotok, amelyek néhány száz darab molekulárnyi méretből vannak, amelyek úgy nagyjából irányíthatók, ezek esetleg információt is tudnának vinni magukkal, és akkor, hogy úgy mondjam, egy ilyen sci-fi jellegű jó hírrel zárhassuk le ezt a témát. Elképzelhetőnek tartod, de pontosabban mondva arra kérnélek meg, hogy egyszer és mindenkorra próbáld meg megcáfolni azt, hogy legalább információt ilyen bizonyos kisméretű, nevezzük őket nanorobotoknak vagy mikrorobotoknak, el lehessen-e juttatni térben és időben előre, illetve hátra. Na kérem, tiszteltel, akkor rögtön azzal kezdem, hogy a fizikai kutatásnak nem feladata az, hogy valamit megcáfoljon. Még kevésbé azt, hogy valamit egyszer és mindenkorra cáfoljon meg. A fizikai kutatást végző emberek tudják azt, hogy mi nem ismerjük a természet végső törvényeit. Miért nem ismerjük? Azért, mert a természetnek nincs törvénykönyve. Tehát a jelenlegi tudásunk szerint a természetnek vannak törvényei, de nem tudom elolvasni, hogy mit mondanak. Ugye ebben különbözik a jogtól, ahol van egy törvénykönyv, és hogyha valakinek ügyvédi vizsgája van, és elmegy valami igazságügyi könyvtárba, akkor ott bizonyos idő alatt végig tudja olvasni az összes törvénykönyvet, és akkor megállapítja, hogy van egy olyan törvény, amelyik bünteti azt, hogy, és mivel bünteti. Most a fizikának törvényei vannak, de nem írták őket le. Tehát a fizikai kutatás feladata az, hogy ezeket a törvényeket kiderítse. Igen ám, de most 2007-ben vagyunk. Most valamit hiszünk a fizikai törvényekről. Tudjuk azt, hogy Arisztotelész megfogalmazta a fizika meg sok minden más törvényeit, amit aztán Galileitől Newtonig szépen bebizonyítottak, hogy a legtöbb belőle nem törvény, csak úgy nézett ki, mintha törvény lett volna. Azután 1900 és 1916 között, hát lényegében Planck és Einstein darabokra szedte a Newtonék elképzeléseit, és megfogalmazta azokat a törvényeket, amik szerintük a törvények. Tehát a newtoni fizika leírása az olyan 250 évig volt érvényes, míg az előző az 1900 évig látszott érvényesnek. Most körülbelül 100 évre vagyunk az előző összeomlás és újjáépítés után. Hát könyörgöm, meddig látszanak majd érvényesnek azok a törvények, amiről most azt szokták hinni, hogy azok a törvények. Tehát én nekem nem az a dolgom, hogy megcáfoljak valamit. Azonban a jelenlegi legjobb fizikai elmélet alapján tudok válaszolni a kérdésre. A kérdés ugye az volt, hogy ha nem űrhajóst küldünk, hanem szondát, akármilyent. Akár picit, akár. Hát igen. Akkor lehet-e információkat kapni a tejútrendszer közepén lévő nagy forgó fekete lyuk egzotikus belsejéről? Mondjuk tegyük föl így a kérdést. Na, akkor a válasz a következő. Egy. Mivel a jelenlegi jóslataink szerint időutazásos dolgok történhetnek ott, ezért dacára annak, hogy 30 ezer fényévre van tőlünk a tejútrendszer közepe, nem kizárt, hogy el tudunk küldeni egy szondát, ami visszajön a jövő héten.
Ugye? Amúgy a jelenlegi fizikai ismereteink szerint ez természettudományosan lehetséges-e? Nem azt a kérdést kaptam, hogy megvalósítható-e most műszakilag mondjuk a NASA-ban. Most a NASA ezt nem tudná megcsinálni, de arra a kérdésre, hogy a természeti törvények megengedik-e már azok a törvények, amiről most azt hiszük, hogy ezek a törvények. Ugye? Ellenben azt tudom mondani, hogy a szondának ki kell bírnia 60 ezer fényévnyi utat. Most, hogy ez a 60 ezer fényév, ez időben mennyi, mert ugye főleg az számít, hogy ez mennyi idő. Pontosabban az számít, hogy mennyi saját idő. Tehát nem az, hogy a mi számunkra mennyi idő telik el, a számunkra az az egy hét telik el, amit ügyes navigációval meg lehet csinálni. Na igen, de az azért kétségtelen. Mondjuk képzeljük el, hogy a szonda félfénysebességgel megy. Csak azért, hogy valamiről beszéljünk. Hát ugye ha nagyon kis sebességgel indítom el, akkor évmillióig kell menjen, és az alatt biztos tönkre megy a szonda. Ha meg nagyon nagy sebességgel akarnám elindítani, akkor ilyen relativisztikus tömegnövekedési problémák miatt az úgy enné az üzemanyagot, mint a... Tehát akkor mondjuk azt, hogy fél fénysebesség. Tehát odafelé meg kell tegyen 30 ezer fényévet, visszafelé meg kell tegyen 30 ezer fényévet, fél fénysebességgel, az 120 ezer év. Hogyha valaki tud csinálni olyan szerkezetet, tehát szerkezeti anyagokat, meg szoftvert, meg hardvert, meg mérőműszereket, meg mindent, ami 120 ezer évet kibír, akkor a dolog a fizikai törvények szerint megvalósítható. Valószínűleg az első kísérlet nem fog sikerülni a navigációs hibák miatt. Nem tudom, hogy hanyadik próbálkozás után lesz valami. De ha az esetleg sikerülne... Ha visszajön... Ott rögtön abban a pillanatban meg fogják tudni. Nem, egy hét. Ha tudnék, úgy szabályozott be, hogy rögtön visszajöjjön, akkor a legkisebb indítási hibára saját magával fog találkozni, és aztán a jó Isten tudja, hogy abból mi lesz. Tehát héten előbbre érte ezen vissza. Akkor időbeli paradoxonok lépnek föl, amik esetleg tönkre teszik a laboratóriumot. Szóval ezekkel vigyázni kell, egy jól működő időgép az veszélyesebb, mint a hidrogénbomba. Pedig sokkal több kárt tud okozni. Hasznot is tud, de hogyha ügyetlenül nyúlunk hozzá, akkor az tönkre teheti az egész Földet. Tehát ezért mondtam egy hetet. Szóval némi ráhagyással kell dolgozni. A gyakorlati probléma azonban az, hogy ami nem jön vissza, annak nem tudjuk felhasználni az adatait. Tehát nekünk először sok-sok szondát el kell küldenünk ahhoz, hogy egy véletlenül jól navigáljon, és amikor az visszajön, akkor annak a fölvételeiből utána már a második a sokkal hamarabb fog sikerülni, és akkor 1-2-3 éven belül kialakíthatjuk a kereskedelmi utazásokat a tejútrendszer közepén keresztül. Itt nem az az érdekes, hogy a tejútrendszer közepén megy keresztül, az csak a technika, ami kell. Itt az az érdekes, hogy így aztán már akárhová el tudunk jutni rövid időn belül, és onnan vissza is tudunk jönni. Tehát valószínűleg az Alpha Centauri valamelyik bolygójára nem az lesz a jó utazás, hogy 30 évig megyünk egy, nem tudom, tized fénysebességű, vagy ötöd fénysebességű űrhajóval, hanem az lesz a jó megoldás, hogy elküldünk egy űrhajót a tejútrendszer közepén lévő fekete lyukba. Vagy egy másik fekete lyukba, amelyik jól áll irányban. De ez a legnagyobb. Szóval a tejútrendszer közepén lévő a legnagyobb, nem pontosan tengely irányba küldjük be, hanem egy pici szögbe, és akkor ez visszadobja úgy, hogy az Alpha Centaurihoz érkezzen meg, egy héttel azután, hogy innen elindítottuk. Szóval a lényeg az, hogy forgó fekete lyukak
tudnak csinálni időutazást, legalábbis a jelenlegi legjobb fizikai elméleteinkben, hogy aztán eközben nem lépe föl olyan, amitől maga az űrhajó is megsemmisül meg, ahhoz kell előbb a szondákat elküldeni. Most, hogy azok mikor válnak lehetségessé, arra én csak azt tudom mondani, hogy ha megkérdeztek volna valakit 1700-ban, akkor azt mondta, nem erről, hanem mondjuk a marsutazásról, akkor azt mondta volna, hogy soha. Ha pedig megkérdeztek volna valakit 1960-ban, akkor azt mondta volna, hogy 1985-ben már emberi település lesz a Marson. Hát persze ilyen kupolák alatt, meg mindenféle. És egyik sem vált be. Egyik jóslat sem. Tehát azt megjósolni, hogy mikor lesz ilyen űrhajózás, hát azt kicsit nehéz. És akkor most egy pillanat, figyelmeztetek mindenkit, hogy én az általános relativitás elmélet ortodox álláspontját képviselem. Tehát én hiába próbáltam neked föltenni egy sci-fi kérdést, de úgy... Ezt tudom, hogy ez sci-fi kérdés, de hát az is egy sci-fi kérdés, hogy kell eljutni a Jupiter valamelyik holdjára, és ottan kitermelni valami ásványi nyersanyagot. Ez is sci-fi kérdés. Vagy mondjuk leszállni a Szaturnusznak a Titán nevű holdjára. Jó, hát oda már szállt le szonda. Tehát ott csak az van, hogy ember még nem szállt le. Ezek technikai kérdések. Lehet, hogy soha nem száll le ember a Titán nevű holdra, mert a technikai fejlődés más irányt vesz, és senkit nem fog érdekelni soha az életbe a Szaturnusz Titán nevű holdja. Lehet. De most meg lehet válaszolni azt, hogy körülbelül hogy lehetne leszállni a Titán nevű holdon embernek, hogyha az egyébként gazdaságilag hasznos lenne, vagy a társadalom mondjuk egy vallásos kérdés miatt favorizálná a Titánra való utazgatást. Tehát technikailag körülbelül meg tudjuk mondani, hogy kell csinálni. Most, ha a fekete lyukakon keresztül való űrhajózás technikai kérdéseiről kérdeznek, akkor én erre körülbelül azt a hasonlatot tudom mondani, hogyha ugye 4500 évvel ezelőtt az egyiptomiak szép nagy piramisokat tudtak építeni, amire még mi is azt mondjuk, hogy hát éppenséggel, ha nagyon muszáj lenne, tudnánk ilyent építeni, de azért ennek inkább senki nem fogna neki szívesen. De egy pillanat, ha attól az építőmestertől, aki a Keopsz piramist építését vezette, megkérdezték volna, hogy kell a Szent Bernát alagutat építeni, hát nem a Szent Bernát alagutat, de azt mondták volna, hogy ott van Közép-Európában egy 5 kilométer magas hegylánc, és akkor az kiszámolta volna, hogy részfejszékkel és efélékkel körülbelül hány munkást kellene beállítani, és azok a munkások mennyi ideig kalapálnák a hegy oldalát, és akkor kijött volna neki az, hogy nem tudja megcsinálni, mert olyan sok munkást kellene munkába állítani, hogy a részbaltákkal az egyik nem hagyná odaférni a másikat, hogy az is üthesse ott a hegy oldalát. De ez technikai probléma, és 4500 év után fejlettebb technikával, nagyobb gond nélkül néhány év alatt kiválták az alagutat. Hát én ebben a helyzetben vagyok, amikor a tejútrendszer közepén lévő fekete lyukon keresztüli űrhajózásról kérdeznek. Vagy esetleg egy másik szomszédos olyan galaxisnak a központi fekete lyukján keresztül, amelyik irányban jobban áll. Igen, de akkor ahhoz olyan technika kell, tehát olyan szerkezeti anyag, olyan szoftver és így tovább, ami a 2 millió éves odafelé vezető utat kibírja. Ebben eléggé föl tudod gyorsítani, akkor nem lesz 2 millió év. Hát jó, de akkor meg baromi sok hajtóanyag kell. Tehát mindenképpen az a helyzet, hogy
hogy először a saját galaxisunk közepén lévő lyukat kell megpróbálni hasznosítani. Adjuk el szerintem a szót ismét a közönségnek. Igen, és megnyílt a kapcsolatban, hogy valami egy olyan elméletet, hogy párolnak a felteljük a teát, hogy annak ányban, hogy van között, van egy szimbolitás, az anyag átszakik belőlük, mert a helyzet megfél, ugye bizonytárs elmélet miatt az anyag időként kiugorhat onnan. Ezt kérem tisztelettel, Stephen Hawking kolléga egy, mondjuk úgy, hogy jóslatából, szintén Stephen Hawking és mások által levont interpretáció, mindjárt mondom, hogy mit kell ezen érteni. Valamikor a 70-es években a Stephen Hawking kolléga, aki már akkor is eléggé lerobbant fizikai állapotban volt, tehát egy ilyen előre haladó idegsorvadás-szerű betegsége van, tehát egyre inkább ágyhoz meg tolókocsihoz volt kötve, és akkor persze egyre többet gondolkodott. És egy kicsit elszakadt a mindennapi élettől, amit mindjárt látunk, hogy mit jelent egy fizikus esetén. Tehát a Stephen Hawking fokozatosan egyre kevésbé tudott kommunikálni a kollégáival is. Hát mert a beszélő képessége is romlott, az író képessége is romlott, tehát ugye amikor a kezével fogta a tollat, és így tovább. Tehát egy kicsit befelé fordult. Na most ennek az lett a következménye, hogy bizonyos kijelentései nehezen követhetők kiváltak a tanítványai számára is. Na és az egyik jóslata az volt ez a fekete lyukak párolgása nevű dologgal. Ha az ember először veszi az általános relativitás elméletet, és kiszámítja a görbült téridőt egy ilyen fekete lyukban, majd ezen a görbült téridőn alkalmaz kvantum térelméletet, akkor egy sugárzást kap, ami a lyuk irányából jön. Azt én nem mondom, hogy a lyukból, mert azt a külső megfigyelő honnan a fenéből tudja, hogy ami az ő szemébe érkezett, vagy az ő műszereibe, az honnan indult. Azt nem tudjuk. Hogy ezt mennyire nem tudjuk, arra csak az a példa van, hogyha beleteszünk egy ferden megdöntött rudat, hát ugye víz, tehát van egy weidling, a weidlingben van víz, és akkor a rudat úgy teszem bele, hogy a fele kiáll a vízből, a fele benne van. Akkor azt látom, mintha a rúd megtörne ott, ahol a víz meg a levegő felülete van. Miért látom ezt? Hát azt az elméleti optika meg tudja magyarázni 300 év óta. Ugye az eltérő fénytörési, tehát az eltérő törésmutató a vízben meg a levegőben. Ennek a következtében az a fénysugár, ami a vízből jön az én szemembe, az először valahogy halad a vízben, utána valahogy máshogy halad a levegőben. Na már mostan, akkor az én agyam úgy van behuzalozva, sok millió év alatt a természetes kiválogatódás ilyenné tette, hogy én a levegőben begyakorolt törvények szerint hosszabbítom meg visszafelé a fényutat, és úgy látom, ugye nem a szemem lát, a szemem és az agyam együtt lát. Úgy látom, minthogyha az nem arról a helyről indult volna, ahonnan ténylegesen indult volna, hanem egy másik helyről indult volna, és azért látom, megtörtnek a rudat. Miközben nincs megtörve. Hát amikor én nekem volt a gutaütésem 10 évvel ezelőtt, akkor utána még hónapokig, ha keveset aludtam, vagy ha
légköri front volt, akkor úgy éreztem, minthogyha a sípcsontom nem volna egyenes, hanem úgy ilyen megtört volna, vagy valami. Miért éreztem így? Hát azért, mert egy agyvérzés után voltam, és ott még mindenféle rondaságok voltak az agyamban. Ez azonban különösebben nem zavart, mert tudtam, hogy az én sípcsontomat nem hajlították meg a közepén 28 fokban, mert csak észrevettem volna. Tehát azt mondtam, hogy én most azért érzem így, mert jön az időjárási front, és nem idegesítettem magam. Tehát vissza az eredeti kérdéshez, a megfigyelő csak annyit tud, hogy valahogy a lyuk irányából jön a sugár. Hát, hogy tudja-e, az egy kérdés, mert ez soha nem sikerült még senkinek ilyen mérni. De ha sikerülne mérni, és azt kapná, amit a Hawking jósol, akkor ő csak annyit tudna, hogy az a sugárzás valahogy a lyuk környékéről jön, de aztán, hogy a lyuk belsejéből, a lyuk külsejéből, nagyon közel, hogy belülről, de nagyon közel a határához, vagy kívülről, de nagyon közel a határához, hát erre a kérdésre elég nehéz válaszolni. Na igen, de most jön a következő lépés, azt mondta a Hawking, hogy már pedig, hogyha ez a sugárzás jön, hát akkor én megnézem, hogy egy másodperc alatt mennyi energia jött ki, és azt az energiát nekem le kell vonnom a lyuk energiájából. Na de energiából meg lehet tömeget csinálni E per C négyzettel, tehát azt az E per C négyzetet levonom, és egy másodperc múlva már kevesebb lesz a lyuk tömege. Ugye? És így tovább, és akkor ezt végig számolta, és arra az eredményre jutott, hogy két naptömegű fekete lyuknál, mert ugye két naptömeg alatt nem nagyon keletkezik fekete lyuk, két naptömegű fekete lyuknál 10^63 évig tart, amíg elsugárzódik a lyuk tömege. Na hát ez gyakorlatilag nem nagyon zavarja az embert, mert az univerzum eddigi élete az csak 10/10 év, de azért mindenképpen ez akkor azt mondaná, hogy a fekete lyuk az nem egy lyuk, csak egy gödör. Tehát abból ott bele lehet hullani, de aztán majd a sok-sok idő múlva majd csak megint kijön az, ami oda belehullott. Hát amikor eltűnik a lyuknak a teljes tömege. Na, és akkor kérem tisztelettel, ebből keletkezett 14 évvel ezelőtt egy fogadás, ahol két részecske fizikus belekötött a Hawking következtetésébe, és azt mondta, hogy akkor a lyukban nem is tűnik el minden tulajdonsága a belehulló anyagnak, hanem bizonyos tulajdonságok megmaradnak. Mert ugye véges idő alatt nem tud minden eltűnni. És 2005-ben a Hawking egy előadást tartott egy Dublinban, a szokásos évenkénti általános relativitás elméleti nagy kongresszuson, és ott elismerte, hogy elvesztette a fogadást. Na, akkor kérem tisztelettel, ezek után egy évig nem jelent meg az előadása. Tehát az előadást megtartotta szóban, az írott anyag nem érkezett be egy évig. És egy év után aztán elkészült, tehát csak arra lehet gondolni, hogy az ered még annak az előadásnak is, amiben elismerte, hogy neki 20 évvel korábban nem volt igaza, még az annak az érvelése sem volt teljesen, ő nem volt legalábbis megelégedve vele, egy évig csiszolgatta, azután jelent meg. A két részecskefizikus kolléga természetesen elismerte,
hogy a Hawking mostani érvelése jó, amikor ugyanis azt állítja, hogy nekik volt igazuk. De a szakmában bizonyos meghökkenés van máig, nem azon, hogy a Hawking elismerte, hanem nem egészen, de hiába olvassák el még az írott változatot is, egyszerűen még abból sem nyilvánvaló a legtöbb olvasó számára, hogy a Hawking miért ismerte el a vereségét. Tehát vagy párolognak a fekete lyukak, vagy nem. Azt én elhiszem, hogy sugárzás jön róluk. Azt elhiszem. Megtehetném, hogy azt se hiszem el, mert otten is a két ellentmondó elméletet egyszerre kell használni. De azt elhiszem. Én csak azt mondom, hogy abból, hogy sugárzás jön felénk a lyuk irányából, abból még nem következik, hogy közben a lyuk párolog el. Na mostán igen kicsi lyukakra meg lehetne válaszolni a kérdést. Tudnék, azt könnyű kiszámolni, hogy mekkora kellett legyen az a lyuk, ami valami titokzatos módon a nagy ősrobbanásban keletkezett, és pont most fogyna el. És akkor a pont most fogyna el, az azt jelenteni, hogy most egyet pukkan. És azt úgy körülbelül ki lehet számítani, hogy mekkorát pukkanna, és milyen hullámon szakon lehetne észlelni. És volt olyan megfigyelési javaslat, hogy ilyen lyukakat kell keresni. És akkor ilyeneket nem találtak. Na de ebből még mindig két következtetés vonható le. Az egyik az, hogy nem párolognak, a másik az, hogy párolognának, csak nem jöttek létre a nagy ősrobbanásba. És akkor most tényleg az utolsó mondat az, hogy a Feleki Lászlónak egyszer megjelent egy kötete, aminek egy részében aforizmák voltak, és az egyik aforizma az, hogy a túlvilágról még senki nem jött vissza. De lehet, hogy azért nem, mert nem is ment senki oda. És a lényeg az, hogy lehet. Tehát abból, hogy valamit nem látunk, abból elég nehéz arra következtetni, hogy párolog-e. Jó. Akkor ott a háttérben van egy úr, aki szeretne föltenni egy kérdést. Azt mondta, hogy elejétől, tehát a forgós fekete lyukkal kapcsolatos idő, illetve a lentek segítségével történő időutazásról kérdezni, mert azt mondta, hogy ez ugye technikai megvalósítás kérdés, hogy tudunk-e ilyet készíteni, ami adott esetben százer éveket, vagy esetleg még többet tudunk adni oda-vissza. Most engem az érdekelne, hogyha ez a jelenség elméletileg működhet, vajon nem cáfolja ezt az, hogy spontán módon ezt mi nem tapasztaljuk, vagy elképzelhető az, hogy spontán módon ezt tapasztalnánk, hogyha figyelnénk. Arra gondolok, hogy adott esetben meteorok például, amik spontán módon ott röpködnek az űrben, eltalálják a forgó fekete lyukat, egy olyan szóban, ahogy kell, és hát nem tudom egyébként a forgó fekete lyuk környékén milyen a meteor penetráció, de el tudom képzelni, hogy nyilván ennek csillagászra megmondhatója, hogy hány kavics röpköd egy fekete lyuk környékén, de elég nehéz azt elképzelni, hogy nem történet meg spontán módon az, hogy egy valamilyen kavics eltalálja olyan szögbe a forgó fekete lyukat, hogyha ez valóban így van, akkor százer vagy millió éveket visszamegy időben, és hogyha egy ilyen kavics visszaérkezik hozzánk, akkor esetleg annak az elemzéséből, mondjuk akár ilyen atommagbomlással, tehát hogyha megnézzük azt, hogy milyen arányban vannak benne, tényleg most nem akarok belemenni olyan dolgokba, amiket nem értek, de tényleg csak a példakedvéért mondjuk, hogy az urán 235-es meg a 238-as az aránya milyen ebben a kavicson be, hogy egyáltalán vannak benne ilyen atomok, akkor vajon annak alapján megnézhetnénk-e azt, vagy ellenőrizhetnénk-e azt, hogy az a kavics utazott-e időben százer vagy millió éveket oda vagy vissza.
Tehát hogy én azt gondolom, hogy ezek a spontán, hogy a mesterségesen egy űrszondával keresztül vihető elméletileg, és hogy az elmélet helyes, akkor ennek spontán módon is meg kellene történnie. Nem tudom, hogy jól gondolom. Ez igaz, csak a helyzet az, hogy a tejútrendszer közepétől idáig fény ég az út. Na mostan, hogy az alatt mi történik a kavicssal, ami 30 ezer fényévet azért föltehetően akkor millió évek alatt teszi meg, az egy kérdés, hogy mi történik vele, de a másik kérdés az, hogy amikor az ide ér, akkor mi már azt nem fogjuk tudni megmondani, hogy ez pontosan a lyuk irányából jött-e. Tehát mi itten mindenféle meteoritokat gyűjtünk. A meteoritoknál egyáltalán az egy érdekes kérdés, én pár évig csináltam meteoritikát, mégpedig japán együttműködésben, ami azért érdekes, mert a japánoknak van a legnagyobb rendezett meteorit gyűjteményük. Az amerikai meteorit gyűjtemény egy kicsivel nagyobb, tehát a NASA-é, de messze nincs annyira rendszerezve, mint a japánoké. De a japánok mint 80-valány százaléka méretben a gyűjtemény az amerikaiakénak, és a japánok ezeket szinte kizárólag az Antarktiszról gyűjtötték össze. Ami ugye azért jó dolog, mert ottan évtizedek alatt lejött meteoritokat lehet a jégből összegyűjteni, miközben hűtve voltak, szóval sokkal kevesebb volt az erózió, meg a kémiai változás, meg minden. Na mostan. A japánok ebből, körülbelül 10 000 meteorit van a gyűjteményben. Ebből a 10 000 meteoritból 2000-re megcsinálták a kémiai elemzését körülbelül 3 000-nek. Azóta is folyik ez, tehát most már valahol 4 000-nél járatnak, de a 2000-es adatokat tudom a teljes egészében. Na már mostan, ebből a 3 000-ből 15 darab meteorit minősült földinek. Ami már önmagában döbbenet, mert hogy a fenébe lehet az Antarktiszon valami, amit meteoritnak néztek, tehát összegyűjtötték, de földi eredetű. Ugye miért kérdezem én ezt? Mert az Antarktiszon gyakorlatilag nincs szabadon álló szikla. Tehát nincs kő. Lent van a jég alatt, de esetleg egy kilométer vastag jég van fölötte. És akkor kérem, tehát először is az van, hogy a 3000-ből 15, vagyis hát egy fél százalék, az úgy van meghatározva, hogy ez egy földi kő, miközben az Antarktisz belsejébe csak úgy kerülhet földi kő, hogyha egy albatrosz éppen a csőrében tartott egy követ, amit felszedett az argentin tűzföldön, és átrepült vele az antarktiszi jégmezőkre. Tehát ott nem lehet földi kő, ennek ellenére a 3000-ből 15 földi kő. Na mostan ezen túlmenően azonban van körülbelül 200 marsi meteorit, és van körülbelül 1,5 tucat holdi meteorit. Emiatt a japánoknak több holdkőzetük van, mint Oroszországnak, pedig szovjet szonda járt a holdon úgy, hogy visszatért. Ugye nem emberrel, de ilyen automata. És ottan kapart össze a hold felszínén, holdkövet. Ennek ellenére a japánoknak tömegben több holdi kőzetük van, meteorit formában összegyűjtve. Na most hogy lehet egy holdi kő a Földön, mint meteorit? Hát nagyon egyszerű, valami becsapódott a holdba, kiverte onnan ezt a követ, elég nagy volt a becsapódás, a kő átrepült idáig.
hogy lehet marsi kő az Antarktiszon, mint meteorit? Jó, hát erre azt mondja, az ember egy még nagyobb becsapódás, kiverte onnan a követ. Na hát erre már azt mondták a csillagászok meg az űrkutatók, hogy hát ez már nagyon nem valószínű, mert a Marson már 5 km másodpercenként a szökési sebesség, és ők elég nehezen tudnak elképzelni olyan becsapódást, ami ezt a sebességet csinálja, és akkor erre kitaláltak valami olyan modellt, hogy képzeljük el, hogy van egy nagy összefüggő, valamilyen rugalmas tulajdonságokkal jellemzett gránit tömb, és azt az egyik oldalon megüti egy becsapódó meteorit, és a másik oldalon valami lökéshullámok kilöknek egy darab követ, és akkor azt mondták, hát bizonyos szerencsés esetekben ez meghaladhatja a szökési sebességet. Jó. Miért vagyunk biztosak, hogy ez marsi meteorit? Hát azért, mert 1978 óta szondák szálltak le a Marson, és meghatározták ott a kőzeteknek a kémiai összetételét. És az a másfél tucat marsi meteorit, amit marsinak gondolnak, az ilyen összetételű. Na és akkor most miért mondom én ezt a hosszú dumát? Azért, mert van egy néhány, talán egy tucatnyi olyan meteorit a japán meteorit gyűjteményben, ami nem lehet sem földi, sem marsi, sem kisbolygó eredetű. Kisbolygó eredetűt azt valami 90-et találtak. És akkor most ezekről mit gondolunk? És akkor a jó Isten tudja, hogy mit gondolunk, de akkor ezekről esetleg gondolhatjuk azt, hogy ezeknek egy része a naprendszeren kívülről jött. Miért? Mert a naprendszeren belül összesen 4 nagy kőzetbolygó van. Merkur, Vénusz, Föld, Mars. Meg a kisbolygók. Kisbolygó eredetű meteoritokat játszva fölismer minden valamire való geológus. A marsi meteoritokat ismerjük. Ha a földi meteoritot látnánk, azt is ismernők. Mindjárt mondok egy ellenpéldát, de most megyek tovább. A Vénuszról nem valószínű, hogy ki tud jönni egy meteorit, mert a sűrű légkör miatt, amikor jönne becsapódás, kiveri, az a valami nem tudna kijönni a légkör alól. A Merkur pedig olyan közel van a naphoz, hogy onnan bármit kiverne bármi, az a napba hullana bele, és nem a földhöz jönne el. Tehát, hogyha szokatlan kőzettani összetételű kőzetmeteoritot találunk, akkor jó érveket lehet mondani, hogy az nem jöhet egyik naprendszeri kőzetbolygóról sem. Na jó, de a naprendszeren kívül más csillagok körül szintén lehetnek kőzetbolygók. Tehát lehet, hogy az a néhány, nagyon kevés, körülbelül fél tucat a 3000-ből meteorit, ami kőzetmeteorit, még kőzetbolygóról a legtöbb meteorit kőzetmeteorit. De azok soha nem voltak egy bolygótestnek a részei, hanem azok a naprendszer kialakulása óta keringtek ottan. Ezek tehát nem olvadtak meg. Minden geológus látja, hogy ezek hidegen tapadtak össze kint a bolygóközi térbe. De hogyha látunk egy olyan kőzetmeteoritot, aminek a hőtörténete olyan kellett legyen, hogy valami bolygó közepetáján volt, és egyik naprendszeri bolygóról sem jöhet, akkor ezek esetleg más naprendszerekből kerültek hozzánk. Na, ilyen van a 3000-ből, amiről tehát nem tudjuk ezt, csak azt tudjuk, hogy nem jöhetett egyetlen egy naprendszeri bolygóról sem. A 3000-ből van talán 6. Tehát aminél ez elvileg lehetséges. És a legnagyobb rendszerezett meteorit gyűjteményről beszélek. Ha tehát most valaki azt kérdezi tőlem, hogy és ebből a 6-ból hány olyan van, amelyik keresztül ment a tejútrendszer közepén fekete lyukon, akkor azt mondom, hogy hát azt én honnan tudjam.
Tehát ugye a probléma az, hogy elvileg ezt a kérdést föl lehet vetni. Gyakorlatilag nem tart ott sem a meteorit gyűjtemények állapota, sem a rájuk költött kutatás, hogy akár arra lehetne válaszolni, hogy az Alpha Centauri környékéről jött-e ebből a hat titokzatos meteoritból egy is. És akkor mondtam az előbb, hogy valamit a végére hagyok. Az előbb azt mondtam, hogy ha földi eredetű meteoritot látnánk, akkor ezt megismernénk, mert a geológus az... Na hát erre akkor az egyik válasz az, hogy az előbb azt mondtam, hogy 15-öt látunk. Na igen, de ezt a 15-öt, ezt felszedték az Antarktiszon egy jégmezőről, senki nem tudta, hogy került oda. Volt azonban két eset, nem három, amikor a meteoritot látták lezuhanni, tehát ilyen fényjelenség, meg földrengés, meg nem tudom mi, utána elmentek abba az irányba, ahonnan látták a fényt, ott találtak egy friss, még meleg valamit, begyűjtötték, és ezek megvannak. Három ilyen meteorit volt. Az egyiket, hát ezeket általában a gyűjtés helyéről nevezik el, az egyiket úgy hívják, hogy Sergotti. Ez Észak-Indiában jött le 1871-ben vagy 72-ben. Egy jó nagy meteorit volt, tehát valami 3 tonnás, és hát gyakorlatilag minden valamire való múzeum, meg mi egyéb kapott belőle. A Nemzeti Múzeum közettárában is van, nem tudom, 1 kiló. A másik ilyen, a következő ilyen meteorit, az a Padvarninkai nevű meteorit volt, amelyik 1929-ben azt hiszem jött le Litvániában, és ebből a meteoritból múzeumok kaptak kisebb, de 12 kiló volt, vagy valami ilyesmi, múzeumok kaptak kisebb darabokat, tehát 80 gramban például Prágában, de azután 1939-ben a Szovjetunió lenyelte Litvániát, és onnantól 1992-ig gyakorlatilag nem volt tudományos kapcsolat a külvilág és Litvánia között. A harmadik meteorit a Zagami, Nigériában van, 63-ban látták lezuhanni, begyűjtötték, ez is egy néhány kilós meteorit, tehát nincs minden laboratóriumban belőle példány, de azért egy jó néhány helyen van, és azt már modern módszerekkel vizsgálták. Na most, ez a három meteorit tartozik a Sergottitok közé. Hát a Sergottitot, mint ásványtani fogalmat, a Sergotti meteoritról nevezte el maga Csermák. Na most, hogy ki volt a Csermák? A Csermák egy nagy morva geológus volt, aki az 1860-as, 70-es években mindenféle geológiai kutatást végzett Bécsben, és a meteoritika egyik nagy alapítója. Bira, ez a Padvarninkai? Igen, ez a Padvarninkainak egy darabja. Igen. Na, tehát még annyit mondok, hogy a Padvarninkait 1970-valahányban egy Bix nevű angol száz kutató kizárta a Sergottitok közül. Ez a kizárás, ez szerintem teljesen indokolatlan. Tehát én néztem a kémiai összetételeket, hasonlítgattam össze. Nem én végeztem a kémiai vizsgálatot, én nem vagyok kémikus, hanem a lepublikált eredményeket különböző módokon összehasonlítja az ember. Csak hogy a 70-es években a Padvarninkai nevű meteorit nagy részéhez nem lehetett hozzáférni, és hogy egy fekete lyukban csücsülő, hogy így mondjam, meteoritot hova sorolnak, hát az nem érdekel senkit. Úgyse fogja soha senki a végítéletig látni már a meteoritot. Na, tehát a következő van. Erre a három meteorit
Ezt a három meteoritot sorolja az ember a Sergottitok közé. Ugyanis mi a Sergottit? A Csermák eredeti definíció, Csermák ugye megvizsgálta a Sergotti meteoritnak egy 2-3 kilós darabját, és megállapította, hogy ez egy kutya közönséges földi típusú kőzet, megmondta, hogy milyen, amiben azonban a mészpátok meg vannak üvegesedve. Na most földi kőzetben a mészpát nincs megüvegesedve. Nem földi kőzet, pedig nem néz ki úgy, mint egy földi kőzet. Tehát nem olyan a kémiai összetétele. És akkor mit mondott erre a Csermák? Hát a Csermák azt mondta, hogy nyilvánvalóan ez a Sergotti meteoritban lévő mészpát akkor üvegesedett meg, amikor egy nagy ütést kapott. Mert nagy ütés, ugyanúgy, mint ahogy olvasztás, üvegesíteni képes. Tönkre teszi a kristály szerkezetet, és akkor egy ilyen amorf szerkezetet csinál, és az már olyan, mint az üveg. Tehát, mondta ő, ez a meteorit kívülről érkezett, és vagy amikor elindult, vagy amikor lezuhant, akkor kapta a nagy ütést. Tehát megint mondom, 1871 és 2007 között összesen 3 ilyen meteorit érkezett a Földre. Na mostan, amikor még csak a Sergotti meteorit volt ismert, akkor az ír királyi csillagász, tehát 1900-as évek legelején, vagy az 1890-es évek végén csinált egy elméletet, ami azt mondta, hogy hát hiszen annyira hasonlít a kémiai összetétel földi kőzetekre, kivéve ezt a megüvegesedést, azért ő nem tud mást elképzelni, mint hogy ez a meteorit esetleg eredetileg a Földről jött. Tehát valami óriási nagy robbanás, tűzhányókitörés, és így tovább földobta az űrbe, majd onnan egy idő múlva megint lejött. Mondom, ez az ír királyi csillagász volt. Miért mondom ezt így? Mert nem az angol és nem a skót. Tehát valószínűleg az ír királyi csillagász nem volt olyan nagyszerű csillagász, mint az angol és a skót királyi csillagász, csak a harmadik legméltóság teljesebb csillagász volt Nagy-Britanniában, de azért ez nem egy amatőr volt ez az ember. Most az ő ötletét el lehet vetni azért, mert biztos, hogy a földtörténeti múltban soha nem volt akkora tűzhányó kitörés, ami szökési sebességet adhatott volna egy lávának. De a Sergottit nagyon olyan, mint egy megszilárdult láva. És miért beszéltem én mostan percekig erről? Azért, mert itt van a kezünkben a Sergotti, a Padvarninkai és a Zagami nevű meteorit, és meg lehet őket vizsgálni, és vizsgáljuk, és még mindig nem tudjuk megmondani, hogy honnan jöttek, miközben tisztára úgy néznek ki, minthogyha a Földről származnának, kivéve azt a nagy ütést. Na, hát kérem, hát akkor mostan mindenki képzelje el magának, hogy milyen következtetést lehet levonni abból, hogy van a kezünkben egy meteorit, ami mondjuk nagyon furcsán néz ki. Akkor lehet, hogy azért néz ki nagyon furcsán, mert a tejútrendszer középpontjában járt, és ottan akauzális furcsaságok történtek vele, és ezek átrendezték az összetételét. De meg még az is lehet, hogy csak azért néz ki nagyon furcsán, amiért a Sergotti meteorit úgy néz ki, mintha a Földről jött volna, csak kapott volna egy nagyon nagy pofont, ami ugye a földi eredet esetén el nem tudjuk képzelni, hogy hol. Tehát nem az egyetlen lehetőség arra, hogy egy meteorit furcsán nézzen ki, az, amikor a tejútrendszer közepét megjárta. Jelenleg a meteoritika tudománya
összehasonlíthatatlanul előbbre tart, mint 100 évvel ezelőtt, amikor az ír királyi csillagász próbálkozott az ő magyarázatával, de nem tart ott, hogy megbízhatóan naprendszeren kívüli meteorit történeteket lehetne rekonstruálni. Naprendszeren belül nincs probléma, már úgy értem, hogy nincs probléma, hogy például van ez a marsi meteorit, ami Alha 84001 vagy valami ilyesmi névvel, amit az amerikaiak gyűjtöttek be, mert amikor a japánoknak már nagyon jól ment a gyűjtés, akkor az amerikaiaknak is kedvet csináltak, és akkor az amerikaiak is kezdtek gyűjteni az Antarktiszon. Én benne voltam egy másik meteorit vizsgálatába, ami nagyon hasonlít ehhez a meteorithoz, amiről most beszélek, de ezt japán-amerikai közös expedíció találta, úgyhogy a felét a japánok vitték el, a felét ketté fűrészelték, a másik felét az amerikaiak, és én a japán félből egy egészen kicsi darabot vizsgáltam. Na tehát, most arról a meteoritról beszélek, ami csak amerikai. Ezt 12 éven keresztül ott hagyták állni a laboratórium, nem a laboratóriumban, hanem a pincében, a raktárba, mert ugyanis megállapították róla, hogy diogenit, és hát diogenit az tucatjával van a japán és az amerikai gyűjteményben is. Hát most ez is egy diogenit, majd megvizsgáljuk, amikor ráérünk. És akkor valaki megvizsgálta, és kiderítette, hogy azért ez egy trükkösebb meteorit, és most a történet rekonstruálva van. Az a kőzet, amiből a meteorit áll, az 4 milliárd évvel ezelőtt jött létre, valami láva kitörés után, tehát akkor szilárdult meg. A meteorit 13 millió évvel ezelőtt került el a Marsról, egy becsapódás verte ki, és olyan 10 000 évet feküdt az Antarktiszon. Honnan tudjuk ezt? Hát azt, hogy az eredeti anyaga 4 milliárd, azt hiszem 3,8 milliárd éve szilárdult meg, azt izotóp vizsgálatból tudják. Hogy 10 000 éve volt az Antarktiszon, azt ugyanazzal a technikával állapították meg, amivel 8-9 ezer éves cserépedények korát lehet meghatározni, mert amikor fölhevítjük az anyagot, akkor valami történik a kristály szerkezetével, mi egyébbel, és akkor onnan fokozatosan áll vissza az eredeti, és akkor ezzel ilyen 10 ezer év körüli korokat lehet mérni. Az pedig, hogy 13 millió évig volt a Mars és a Föld között valahol a világűrben, azt abból lehet megállapítani, hogy amikor légkör nélkül van, akkor a felületén a kozmikus sugárzás mindenféle, meg a becsapódások mindenféle apró hibákat csinálnak, és ezeket megnézték, hogy mennyi van. Tehát naprendszeren belüli történeteket tudunk rekonstruálni. Na igen, de a naprendszeren belül tudjuk, hogy mi van. Hogy mi van köztünk és a tejútrendszer középpontja között, hát azt azért még nem egészen tudjuk. Jó. Köszönjük szépen. Ismételten, tisztelettel várnánk egy kérdést. Meteoritot korábban így belementünk. A Mohamed Ánoknak van a szemtőre a kába. Az is ilyen, hogy azt ugye valahogy megtalálták, és akkor be is tisztelik. De nem igen lehet látni, tehát állandóan le van függönyözve, sátorba van. Én kérdeztem olyanokat, akik ott jártak, nem szempontokból. Körbe szaladgálták. Na most kérem tisztelettel, a kábakő az egy nagyon érdekes probléma. Tudnélik, a mohamedán hagyományok egyértelműen azt mondanák, hogy ez egy meteorit. Ugyanis ez az égből jött. Hát ugye, ami az égből jött, az egy meteorit. Na mostán rögtön röviden körüljárom a
problémát, de először is azt mondom, hogy a kábakő azonban régebbi, mint a mohamedán vallás. Tehát ugye ott az történt, hogy amikor Mohamed megegyezett a mekkai vezetőkkel, akkor a megegyezés lényege az volt, hogy néhány ellenségét kivégzik, néhány ellenségét elküldik számüzetésbe, cserében viszont ő belefoglalja a vallási tanokba azt, hogy a Kába kő környékére zarándokolni kell. Mert enélkül a mekkai előkelők nem fogadták volna el az új vallást. Míg az már olyan erős volt, hogy azt meg nem tudták megcsinálni, hogy szembe helyezkednek vele, mert akkor tudnék, nem jönnek zarándokok Mekkába. Na, tehát a következő van, hogy a Kába kő tisztelete régebbi, mint a mohamedán vallás, tehát hogy a mohamedán vallási hagyományok azok a kő megtalálásával egyidejű hagyományokat hülyen őrzik-e, vagy egy kicsit átírták őket a vallásváltozáskor, az egy nehéz kérdés. Na de a lényeg a következő, hogy mi nekünk európaiaknak, hogyha valaki azt mondja, hogy egy kő az égből érkezett, akkor ez egyértelmű, hogy ez egy meteorit. Igen ám, de bizonyos hagyományok azt is mondják, hogy agátkő, és csak azért fekete, mert. Miért is? Van egy legenda. A legenda úgy szól, hogy egyszer egy bűnös asszony a szeretőjével meglátogatta a Kába a szentélyt, éjszaka, vagy ott maradtak éjjelre, és bizonyos helytelenségeket műveltek. Hát azt mindenki kitalálhatja, hogy mit. Na mostan, ezért a kő megfeketedett. Na jó, tehát ugye ez eredetileg egy fehér agátkő lenne, és akkor meg nem lehet meteorit. Na mostan akkor, most ugyanezt a kérdést körüljárom egy másik szempontból. Az mai európai felfogás szerint, ha valami az égből jött és kő, akkor az meteorit. Régiek számára ez nem volt magától értetődő, és a nem európai hagyomány számára sem. Tehát most mondok két dolgot. Az egyik az, hogy a görög hagyományban van egy néhány égből jött valami, ami azonban nem meteorit. A görög hagyományban meteorit is van, de van olyan égből jött valami, ami nem meteorit, hanem Pallas Athénét ábrázoló szobor, amit Zeus atya, vagy valamelyik isten lehajított a földre, és azután a trójai király harmadik vagy negyedik őse, mint pásztor megtalált, és akkor fölépítette Tróját, és ezt tette az egyik kegytártyává Trójának, és ezt aztán a ronda görögök onnan elrabolták, amikor a trójai háború végén bevették Tróját, és ebbe a szoborba kapaszkodott bele a jósnő, aki állandóan jósolt mindenféléket, és igazakat jósolt, de senki nem hitte el neki. Ugyanis az egyik isten, azt hiszem Apolló, akinek visszautasította a szerelmét, az azzal az átokkal verte őt meg, hogy senki ne higgye el, amit jósol. Így aztán az Agamemnon elvitte őt rabszolganőnek, de előtte valamelyik görög, és akkor különböző görögöket vádoltak ezzel, mert azért ez mégiscsak istentelenség, megerőszakolta a jósnőt, miközben az kapaszkodott bele a kőbe. És hát ezt aztán valamelyik isten rossz néven vette, és ennek része volt abban, hogy az Odysseus hazafelé például 10 évig kószált a tengeren, mások meg is haltak. Na tehát, ez az izé, ez nem meteorit volt a görögök szerint, hanem ez a Pallas Athénés szobra volt, csak egyszerűen az istenek elkészítették fönt az égbe, és aztán valamelyik isten valamiért ledobta a földre. Na most van egy másik példa, és ez a példa valamilyen értelemben még modern. A példa lényege az, hogy a japán uralkodónak van néhány égi eredetű kincse.
Na mostán, ha megkérdezi tőlem valaki, hogy mik ezek a kincsek, akkor azt mondom, hogy ezt az uralkodón kívül még soha senki nem láthatta, tehát erre a kérdésre nehéz pontos választ adni. Ezeket néhány nagyon régi szentélyben őrzik, és selyem burkolatjuk van. És amikor a papok azt kezdik észrevenni, hogy a selyem burkolat már foszladozik, akkor gyorsan beleteszik egy másik selyem burkolatba. Mert különben meglátnák. Ugye? És így 2600 év óta, na most időnként a császár elmegy, mert azt mondja, hogy ő ezzel a kincsel tanácskozni akar, és akkor őt beengedik a szentély közepére, és akkor ő kibontja a burkolatot, vagy ő se bontja ki, azt már senki nem tudja, hogy mit csinál ő ott egyedül, és akkor megnézi a kincset, és aztán visszacsomagolja. Na de, japán hagyomány szerint, ami nem lehet tudni, hogy hogy keletkezett, mert csak a császárok látták a kincset, azért mégis azt tartják, hogy három tárgyból áll a kincs. Egy kard, egy tükör, és egy nyaklánc. És ezeknek rendkívüli erejük van. Na mostan a kard, hát az kard. Hát tudjuk, hogy hogy keletkezik egy égi kard. Hát nekünk is van ilyen hagyományunk az Attila királytól, tehát ezt pontosan tudjuk, a hadisten csinál egy kardot, ledobja a földre, a címzett az meg fogja találni, mert az istenek arról tudnak gondoskodni. Attila királyhoz úgy jutott el a kard, hogy az egy üszőnek a talpát megsebezte, mert ugye befúrodott a földbe, de kiállt a hegye, a Balmaszka nevű üszőnek a talpát megsebezte, a pásztorgyereknek föltűnt, hogy sántít az üsző, megnézte, sebb volt a lábán, utána nézett, hogy mi okozhatta a sebet, megtalálta a kardot, kiásta, elvitte Attila királynak, átnyújtotta, és így keletkezett az Isten kardja, amit Priscus Rétor, mint kelet-római követ látott. Tehát a kard létezett. Hogy került ide, arról manapság azt mondja az ember, hogy nem tudjuk, de volt egy történet arról, hogy került ide, hasonlóan a japánoknak is lehet ilyen hagyományuk. Hogy mi a tükör, azonnal nagyon egyszerű válaszolni, abban az időben, tehát a császárság kezdetekor, a japánok a tükröket fémből csinálták, tehát nem üveg. Az fém volt, általában bronzból volt, szépen fényezték a tükröző oldalát, a hátoldalon föliratok voltak, meg mindeneféle. És különösen kedves japán híveinek a kínai császár időnként küldött fehér színű ugyanilyen, amit abból a pakfongból csináltak, aminek a másik neve Kína ezüst. Tehát a közönséges japán embereknek, mondjuk tartományi kormányzóik fölfelé, csak bronzból volt, és az sokkal kevésbé adott jó képet, mint egy fehér pakfong tükör. Na most, a császár szemmel láthatóan nem a mostani, hanem a, mit tudom én, a 2000 évvel ezelőtti császár azt állította, hogy neki egy égi eredeti tükre is van, csak persze senkinek nem mutatja meg. Jó. A harmadik viszont, miből áll egy nyaklánc? A nyaklánc kövekből áll. Na most akkor nem ragozom tovább, tehát összesen azt mondok, hogy elképzelhető, hogy a japán császári udvarban összegyűjtöttek égi eredetű köveket, és azokat fölfűzték. Egyébként japán meteorit gyűjteményből, ez nem az a meteorit gyűjtemény, amivel én kapcsolatban voltam, ez egy sokkal kisebb meteorit gyűjtemény, de japán meteorit gyűjteményben van a világ legrégebbi nyilvántartott meteoritja, ez 970 valahányból való, tehát több mint 1000 éves, ismert a hely, ahol lejött, ez egy buddhista kicsi szentély, és annak a kertjébe esett le, és a szerzetesek persze felszedték, hát az égből jött, és ez jelenleg is ott van, és megvizsgálták, és ez egy kondritos meteorit, azt hiszem H6 H3 a besorolása, és így tovább.
nem tudtam részletesen utána nézni a kémiai vizsgálatnak, mert az illető könyv japán nyelven íródott, és ugye egy kicsit nehéz elolvasni. Tehát a következő van, Japánban 1000 éves hagyománya van annak, hogy a meteoritot fölszedjük, és betesszük egy gyűjteménybe, és 2000 éves hagyománya van annak, hogy a császárnak égi eredetű kövei vannak, és ezek után senki ne lepődjön meg azon, hogy a japán meteorit gyűjtemény a világ legnagyobb rendszerezett meteorit gyűjteménye. Még egy valami, hogy most mit tartanak a néprajzosok és a régészek? A néprajzosok és a régészek azt tartják, tehát a japán meg a koreai néprajzosok és régészek, hogy amikor a japán hagyomány az égi eredetű tárgyakról beszél, meg a császári család égi eredetéről, akkor ezzel egy másik földi helyre céloz, tehát ez van a hagyomány mögött, ami nem Japán területén van. És úgy körülbelül azt mondják, hogy az Mandzsúria lehetett. Tehát a japán császár nyaklánca esetleg nem a mi egünkből jövő köveket tartalmaz, ugye nem tudja senki, mert nem láthatjuk, de esetleg nem a mi egünkből jövő köveket tartalmaz, hanem a japánok teológiai egéből származó köveket tartalmaz, ami vagy azonos Mandzsúriával, vagy nem. Na most akkor ezek után most már tényleg a kába. Tehát a hagyomány azt mondja, hogy ez a kő az égből jött. A hagyomány azt is mondja, hogy fehér agátkő volt eredetileg, és csak úgy feketedett meg. Ha fehér agátkő volt, akkor nem lehet meteorit. De ha nem volt fehér agátkő, hanem mindig ilyen fekete volt, akkor az embernek különböző ötletei lehetnek, hogy ez mi. Na most ki látta? Hát ugye ezt látni minden Mohamedán láthatja, hogyha elzarándokol oda, mert a kő be van falazva a szentély falába valahol, de egy kis darabja kiáll, és azt lehet ottan megcsókolni, meg nem tudom mit csinálni vele. Miért van ez oda befalazva? Hát azért, mert valamikor a 800-as években valami istentelen eretnekek, tehát ez a Mohamedán vallás egyik szektája volt, ami ottan valahol az arab félsziget keleti partvidékén dívott, ottan a mai Kuvait táján. Most már nem létezik ez a szekta, vagy nagyon visszaszorult, vagy valami ilyesmi. Azok azt mondták, hogy pogány dolog a kábát imádni. És egyszer egy csapatuk elfoglalta Mekkát, tehát ez egy ilyen kommandóakció volt igazából, hogy oda betörtek, és darabokra törték a kábakövet. Ezek után, amikor elzavarták őket, akkor a darabokra tört kábakövet már be kellett falazni egy falba, mert már darabokba volt. Tehát a kötőanyag, ami összefogja őket, az a fal maga. Na, de akkor mostan meg, akkor megint meg lehet kérdezni, hogy hát mit lát az, aki megnézegeti a kábakőnek a látható darabját. Na most erre ugye az a válasz, hogy a legtöbb zarándok nem beszél róla, mert hogyha egy hitetlen kérdéseket tesz föl, ilyen közettani kérdéseket, akkor a hívő Mohamedán azt mondja, hogy menj a fenébe. De néha megtudunk valamit. Tehát az 1800-as évek legelején, a napóleoni háborúk idején az egyiptomi kedive jóban volt az angolokkal. Az egyiptomi kedive az egy albán zsoldos katona volt eredetileg, és onnan küzdötte föl magát Egyiptom kormányzójává. És angol mérnököket hívott meg, hogy utakat csináljanak neki, meg eféléket. És hát, mivel ő katona ember volt, és nem volt olyan különösebben kegyes természetű, azért mutatott nekik egy néhány darab követ, amire azt állította, hogy ezek a kábából származnak. És akkor az egyik angol mérnök, aki értett valamit a geológiához is, az leírta.
Na jó, hát ez már rég volt, és nem volt igazi geológus az illető, és az is lehet, hogy ez a néhány darab kő nem a Kábából származott, hanem a Kedivel valamelyik embere fölszedte az utcán. Ellenben Germánus Gyula 30-as években elment Mekkába, és megnézte a követ. Hát hogy lehet ez? Hát úgy lehet, hogy a Germánus Gyula áttért a mohamedán vallásra. És hogyha valaki áttért a mohamedán vallásra, akkor nem csak joga van elmenni Kábába megnézni a Kábát, hanem a kötelessége is. Tehát ő elment, megnézte. Azonban le is írta. A probléma azonban az, hogy ő maga, amikor írja le, akkor azt mondja, hogy hát sajnos őt a geológia sosem érdekelte, és a középiskolában tanultakra is alig emlékszik geológiából, de azért leírta, hogy milyen színű volt, meg hogy buborékokat látott, meg nem tudom mit. Na mostán ennek az alapján, meg különböző hasraütések alapján talán jelenleg a legvalószínűbb álláspont a következő. De hát ez nagyon talán. Hogy a Kába maga nem meteorit, hanem egy meteorit becsapódásnál kidobott kőzet. Tehát ha egy nagyon nagy meteorit jön le, akkor az egy gödröt váj. Mint egy holdkráter, mint egy kis holdkráter, tehát a közepén mélyedés van, és körül pedig egy sáncgyűrű. Ott gyűlik össze a kidobott anyag. Na mostan a meteoritikusoknak van egy ökölszabálya, ami nagyságrendileg igaz, ez pedig a következő. A gödör olyan mély, mint amekkora az eredeti meteorit átmérője, ami becsapódott, a kidobott anyag 3%-a az eredeti anyagja a meteoritnak, és mert az összekeveredik a kidobott anyagba, mert darabokra megy minden, és 97%-a az a földi anyag, amit eltalált a becsapódás. Na tehát, akkor a helyzet az, hogy ennek az alapján ökölszabályként azt lehet mondani, hogy 97%-a valószínűsége annak, hogy a Kába nem meteorit eredetű, vagy a Kába anyagából 97% nem meteorit eredetű, 3% meteorit eredetű. És akkor mostan az a kérdés, hogy és hol volt a becsapódás? Hát erre meg azt lehet mondani, hogy a leírásokból, tehát mint a Germánuszé, meg egy néhány másik emberé, aki beszélt arról, hogy mit látott ott, úgy néz ki, tehát meg tudnak jelölni az arab félszigeten egy területet, ahol régi megszilárdult földi láva van, és minthogyha arról a láva mezőről dobta volna ki a becsapódás ezt az anyagot. Na, tehát, de itt minden bizonytalan, és azt sem lehet tudni, hogy mikor történt a becsapódás. Egyedül annyit lehet tudni, hogy amikor a mohamedán vallást megalapították, az pedig 622, ugye a hijra, tehát Mohamed futása Mekkából Medinába, akkor az ott már évszázadok óta tiszteletben részesült. Tehát ez azt jelenti, hogy a becsapódás vagy 2000 évvel ezelőtti volt, vagy annál még sokkal régebbi, és akkor 2000 évvel ezelőtt valaki megtalálta ezt a követ, aminek valami érdekes tulajdonsága lehetett, mondjuk szabályos kocka alakú volt véletlenül, vagy valamilyen féle, és akkor elvitte Mekkába, és elkezdték tisztelni. Ezen túlmenően semmit nem lehet mondani azért, mert az egyszerű hívő az nem végez geológiai vizsgálatot a Kábán. Laikus célra nem lehet felhasználni a Kába követ, tehát nem lehet belőle mintát kérni meg efféle, ugye
katolikus egyház is eléggé érdekesen reagálna, hogyha valaki Krisztus keresztjéből anyagmintát kérne. És ráadásul hát az utóbbi évtizedekben van egy olyan alapvető meg nem értés a hithűbb mohamedánok és a nem mohamedánok között, amiért ebből mindenféle sértődés is lenne, hogyha valaki meg akarná vizsgálni a Kába követ. Tehát nem csak, hogy nem kapna, hanem valószínűleg rossz néven vennék. Köszönjük szépen a választ. Tisztelettel várjuk az új kérdést. Nem tudom, tolmácsolhatnék egy internetes kérdést, amely úgy szól, hogy ha már metaróról volt szó, egy kis kisbolygózás neve rég elmagyarázták egy Alba Régia nevű kisbolygót. És a kérdés valahogy úgy szól, bár teljesen is értettem, de majd biztos kapunk rá reakciót, hogy ez mit jelent. Hát az Alba Régia az azt jelenti, hogy Székesfehérvár. Az Alba Régia az egészen pontosan annyit jelent, hogy királyi fehér. Ugye? Nem véletlen, mert van Alba Júlia is, ami Gyulafehérvárat jelent. Na mostan mitől, valószínűleg több rétege van a kérdésnek, és minden rétegről mondok valamit. Miért királyi fehér? Hát kérem, az köztudomású, hogy minden törökös államszervezési hagyománnyal rendelkező nép valahogy a királyhoz, vagy az előkelőbb ágához a társadalomnak, vagy valami ilyesmi, a fehér színt társítja. Ha feketét is mond, az a második legelőkelőbb ága mondjuk a fejedelmi nemzetségnek. Na most, a magyarságnak törökös az államszervezési hagyománya. Ez nem ugyanaz a kérdés, hogy a magyar nyelv rokona-e a töröknek. Ugye tudjuk, hogy Vámbéri Járminnak az volt a véleménye, hogy a magyar egy elfinnugorosodott török nyelv, míg a korabeli nyelvészeknek az volt a véleménye, hogy a magyar egy erős török hatás alá került finnugor nyelv. Na mostan hát kérem tisztelettel, a finnugor kifejezés helyett én csak ugort mondanék, mert kétségkívül rokonok vagyunk a finnekkel is, de távolabbiak, mint a többi ugorral. Most hogy a fenébe, hát valahogy meg lehet különböztetni, de nem egyértelmű megkülönböztetni egy nagyon eltörökösödött ugor nyelvet egy nagyon elugorosodott török nyelvtől. Ugye? A nyelvtan segítene, csak hogy érdekes módon az ugor és a török nyelvek nyelvtana eléggé hasonló. A szókincsben vannak a különbségek. Na jó, tehát ugye az a helyzet, hogy társadalomszervezésileg a honfoglaló magyarság török mintájú társadalomban élt. Hát nem véletlen, hogy a korabeli bizánci források türköket emlegetnek. Na már mostan, a király által belakott várakat valamilyen módon fehérnek hívták. Jönnek a példák. Ugye Székesfehérvár egy példa, mindjárt visszatérek Székesfehérvárhoz, de az az igazi példa, mert az volt a par excellence királyi vár. Hát ugye az meg Esztergom. De Székesfehérvár volt a király koronázóváros. Na már mostan a Gyulafehérvár az a gyuláktól kapta a nevét, akik ugyan nem voltak királyok, de hát Erdélyben a Gyula, ugye az volt a második főméltóság, Erdélyben a Gyula az olyan volt, mint az egész országban a király. Mert amíg valaki nem ment ki Erdélyből, addig csak a Gyulát látta. Ezek ilyen István királyig terjedő fogalmak, ugye István király után már nem volt Gyula. Na mostan jön a harmadik példa. Hogy hívják a Dalmát koronázóvárost? Úgy hívják, hogy Biograd. Én voltam Biográdon múlt évben, egy egészen kicsi
községi templom nagyságú a koronázó templom, de kétség kívül ott koronázták meg Dalmát királlyá, Könyves Kálmánt. És egy néhány koronázás ott történt, mert egy időben külön horvát királlyá is koronáztak, azt hiszem Ninben, és külön Dalmát királynak is koronáztak. És a Könyves Kálmán megkapta mind a két koronázást, és egy harmadikat ugye Székesfehérváron. Na, szóval ez egy kis községi templom méretű, és 1700 valahányban újjáépítették, mert leégett, de a padlózatában a régi padlózat kövei vannak benne, és a két utca megy el a templom két oldalán, az egyiket Könyves Kálmáról nevezték el, nem a magyar királyról, a horvát királyról. Most már ők nem különböztetnek meg Dalmátot és Horvátot, de Horvátot és Magyart megkülönböztetnek, tehát Könyves Kálmán horvát királyról nevezték el, a másik utcát pedig arról az emberről, akit mi kérem tisztelettel lázadónak és nem tudom minek hívunk, és a mi szempontunkból ez is volt, nem a magyar szempontból, mindjárt lehet látni, hogy mit értek ez alatt, de a horvátok őróla meg szokták emlékezni, mert ő volt az utolsó horvát király, még akkor is, ha lázadó volt, és csak bitarolt, aki nem volt ugyanakkor magyar király is. Tehát ugye azért a horvát történelem szempontjából ez lényeges. Hát Péternek hívjuk magyarul, és valami, van neki valami mellékneve horvátul. Tehát ennek a két királynak, amivel az egyik az nem is volt igazi király, mert csak lázadó volt, az utcája metzi egymást a templom sarkába. Miért mondom ezt? Biográd. Biográd, kérem tisztelettel, a város neve. Hát ezt, hogyha az ember jugoszlávul mondaná, akkor Belgrádot mondana, de egyébként Belgrádot sem egészen Belgrádnak ejtik, még szerbül se. Igen ám, csak hogy mi volt Székesfehérvár török neve. Volt neki török nevet, egy ideig török uralom alatt is volt, és a törökök mindig emlegették az Üngürüsz vilájátnak a történelmi neveit. Usztolni Belgrád. Ez a török neve. Usztolni Belgrád, vagyis Székesfehérvár. Na mostan akkor kérem tisztelettel, van egy Dnyeszterfehérvár is, hát most már csak a romjai vannak meg, ezt valamikor Nagy Lajos idején valameddig ellenőrizte a magyar korona, hát ott a Nagy Dnyeszter mentén majdnem a tengernél, és ez azért volt Fehérvár, mert az illető környéknek a legnagyobb erőssége volt, és a királyi csapatok állomásoztak benne. Na most akkor mondok még egy Fehérvárat, és akkor ezzel befejeztem a névre vonatkozó történeteket. Kérem tisztelettel, van egy város Dél-Oroszországban, amit most úgy hívnak, hogy Volgográd. Ezt megelőzően Stalingrádnak hívták. Azonban miről nevezték át Stalingrádnak? Cári cínról. Ez ugyanis az egykori tatár kánság területén volt, és a cári cínnek egy, ha az ember nem keleti szláv, hanem török ismeretekkel rendelkezik, akkor teljesen világos, hogy a cári cín a szárik szín. Mi a szárik szín törökül? Fehér fal. Tehát ott volt egy jelentős város, ezért természetesen Fehérnek nevezték el. Na, tehát a magyar közmegállapodásban Alba Régia az Székesfehérvár. Másokat is hívhatnának Alba Régiának, tehát ha Horvátország hívna valamit Alba Régiának, akkor Biográdot hívná Alba Régiának, nem hívja valamiért. És még egyszer vissza Gyulafehérvárra, mi Gyulafehérvár román neve?
Hát erre mindenki azt mondja, hogy Alba Júlia a román neve, tessék megnézni a térképet. Na igen, de ez egy nyelvújítási román név. A román köznép abban az időben, amikor az én nagyapám pénztáros volt Segesvár vasútállomásán, Belgrádnak hívta. Hát mert Gyula Fehérvár. Na, tehát az Alba, most megbeszéltük az Alba Régia nevét. Most a következő kérdés az, hogy egy kisbolygó hogy kap nevet. Egy kisbolygó úgy kap nevet, hogy először a kisbolygó számot és betűt kap. De amikor már a pályáját nagyon gondosan kimérték, és néhányszor sikerült újra észlelni a kiszámított pályából való előrejelzéssel, akkor azt mondják, hogy na hát akkor ez most már megvan, ez most már biztosak vagyunk benne, és akkor kap egy nevet. Ki adja a nevet? A nevet a Nemzetközi Csillagászati Unió valamelyik albizottsága hagyja jóvá, de adni a felfedező adja. Vannak megkötések, hát az egyik ilyen az, hogyha egy olyan nevet akar adni, ami már van, akkor azt nem fogadják el. Van egy másik, hogy a névnek bizonyos szabályoknak eleget kell tennie. De ezek a szabályok nagyon kevesen vannak. Az előző századfordulóig úgy csinálták, hogy nőnemű végződése kell legyen a névnek. De most már ez sem kötelező. Az igyekeznek ára végződő neveket adni. És volt egy kis bolygó, amit a szovjet felfedezője Vladlennek nevezett el. Vagy Vladlenának talán. A Vladimir Leninből. Na mostán van egy Szalonta nevű kisbolygó, a Kulin György az körülbelül 200 kisbolygót fedezett fel a maga idejébe, és a Kulin György Szalontán született, és ezért egy kisbolygót elnevezett Szalontának. Na most nyilvánvalóan arról van szó, hogy a fölfedezőknek valami közük volt Székesfehérvárhoz, és ezért ők Székesfehérvár nevét adták a kisbolygónak, de latinul, mert hát azért az ember, ha azt a nevet adja, hogy Székesfehérvár, ezt aztán egyetlen nyugat-európai sem tudja leírni, és a kelet-európai is csak akkor, hogyha Usztolni Belgrádot ír helyette. Tehát ez így nem lenne célszerű. Na, és akkor az utolsó szempont az ügyben, hogy hány kisbolygónak van neve? Na mostán én nem tudok napra kész választ adni, mert ez a kutatás ez őrültül meggyorsult, mégpedig amiatt, hogy mostán sokkal inkább nézegetjük a Földnek a közvetlen űrbeli környezetét, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, de egy néhány évvel ezelőtt az volt a helyzet, hogy betű és számjelzések körülbelül 10.000-20.000 kisbolygónak volt, amikor neve 2000 valahánynak volt. Most úgy körülbelül 50.000 kisbolygó van olyan, amire bejelentették az igényt, tehát már van neki száma meg betűje, és akkor úgy gondolom, hogy 5000-nek lehet neve. Na mostan én ennyit tudok válaszolni arra a kérdésre, ami lényegében az volt, hogy én mit szólok ahhoz, hogy egy kisbolygót Alba Régiának hívnak. Egyébként, hát, hogy mondjam, székesfehérváriak örülhetnek neki, mert Budapest nevű kisbolygó nincs. Hungária nevű van. De ezt egy bajor ember adta, ezt a nevet 1898-ban. Nem sokkal azelőtt fedezte föl a kisbolygót, hogy Magyarországon csillagászati konferencia kezdődött volna. És ő jött erre a konferenciára, és elő akart valamit adni, nem ezt a kisbolygót, és azért azt mondta, hogy elnevezzük Hungáriának. Na már mostan, ez a Hungária nevű kisbolygó azóta kiderült, hogy egy nagyon érdekes kémiai összetételű kisbolygó. Ez nem egy, tehát van egy Hungária nevű kisbolygó, de ez csak a legnagyobb, a körülbelül 100 Hungária típusú objektum közül, amik a kisbolygó övezetnek a hozzánk, vagy a Marshoz, ha tetszik, legközelebb eső szélén vannak. És ezért van a furcsa kémiai összetételük, és a RISZ
krátert, ami ott közel van ahhoz a helyhez, Nürnberg, nem próbálom kimondani, de ez az az Dél-Németországban, ahol az autóversenypálya van, tehát annak a közelében van a Ries-kráter. A Ries-krátert egy körülbelül 1 kilométer átmérőjű kisbolygó vájta ki valamikor 20-30 millió évvel ezelőtt, és néhány évvel ezelőtt olvastam egy cikket, amelyik különböző érveket hozott föl arra, hogy az a kisbolygó, ami akkor becsapódott, az egy Hungária típusú kisbolygó volt. Ugye van valami kidobott anyag, és a kidobott anyag között valaki talált nem földi törmeléket, és a nem földi törmelék kémiai összetétele nagyjából olyan volt, mint a Hungáriájé. És honnan tudjuk a Hungária kémiai összetételét, amikor abból még mintát senki nem gyűjtött? Az nagyon egyszerű, a fényvisszaverési görbéjéből. Tehát abból azért úgy nagyjából meg lehet állapítani, hogy milyen kőzet alkotja. És akkor az utolsó hatáskeltő megjegyzés ebben a kérdésben az az, hogy a naprendszer öves szerkezetet mutat. Tehát a naprendszert alkotó kőzetek, ahogy a naptól távolodok, változnak. A Merkurban nagyon sok a fémvas. A Vénusz, a jóisten tudja, hogy pontosan milyen, mert ugye a légkör miatt nem lehet jól látni, de a marsi kőzetek általában könnyebb fajsúlyúak, és több vizet tartalmaznak, mint a földiek. A kisbolygóövezet még több vizet tartalmaz, és még kevesebb nehéz anyagot. És például a Titán, ahol már szállt le szonda, a Titánon már a vízjég az kőzetalkotó. Tehát sziklák állnak vízjégből, és akkor mi az, ami nem szikla? Az valami még könnyebb, még lazább összetételű anyag. Jupiter holdaknál ezt jól lehet látni, mert ahogy a Jupitertől távolodunk, úgy egyre kisebb lesz a fajsúlya a holdnak, tehát az átlag sűrűsége. Tehát ami itt bent csapadék, meg folyadék, meg nem tudom mi, ha elég messzire megyek a naprendszerbe kifelé, akkor az a kemény szilárd anyag. És mondjuk mi a Titánon a tenger, hát hogyha igaz, mondjuk folyékony metán. És hát a megfagyott víz az összehasonlíthatatlanul keményebb, szilárdabb, tartósabb anyag, mint egy metán. Tehát ottan ugye, ha valaki él ott, akkor az jégből csinálja a kőbaltáját. A jégbaltája van, és nem kőbaltája. De azt fogja hinni a jégbaltáról, hogy ez egy kőbalta, mert valódi követ, a mi értelmünkben vett valódi követ, azt már csak olyan gyakran lát, mint mi aranyrögöket. Ez egyébként dettó ugyanaz, mint a meteorit kutatás, mert a meteorit kutatásnál a törmelékeket gyűjtjük össze, ami véletlenül idejön. A kisbolygó kutatásnál meg vagy távcsővel, vagy szondákkal azt az eredeti izét próbáljuk megfogni, amiből a meteoritok a darabok. És akkor még egy megjegyzés, van egy Vesta nevű kisbolygó, ami nem nagyon kicsi, ilyen 300 km átmérőjű, és így tovább, aminek a déli sarka környékén van egy marha nagy kivájt gödör. De ez tényleg marha nagy kivájt gödör, szóval olyan nagy, hogyha megnézzük a Vesta képét távcsőben, akkor az nem szabályos kör, mert ez az ezt kiharapta egy nagy becsapódás. Na most ebből a nagy-nagy gödörből jönnek a Diogenit, Hovardit és Eukrit nevű meteorit kőzetek. Tehát ugye a Vesztát, amikor megnézzük távcsőben, akkor látjuk azt a helyet, ahonnan nekünk összegyűjtött
meteoritjaink jöttek ki. És ezt anélkül is lehet csinálni, hogy valaki egy rakétát tudna csinálni, ami kijut a Földről. A természettudomány ugyanis önmagával, vagy a különböző területei egymással összefüggő koherens egészet kellene alkossanak, néha nem alkotnak, és azért ugyanazt a dolgot két különböző szempontból is meg lehet vizsgálni. Na, ennyit az Alba Régiáról. Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, a Mindentudás főiskolájának 4. szemesztere, 6., 7. és lehet, hogy már a 8. előadását is végighallgattuk, hogyha itt az időt tekintjük. Önök dr. Lukács Bélát hallották. Még egy kiegészítő mondat, hogyha megengedett professzor úr, itt az Alba Régia kisbolygóval kapcsolatban. Hát bizony onnan ered a név, hogy az Alba Régia kisbolygó két felfedezője közül az egyikük székesfehérvári, Fűrész Gábornak hívják az illető fiatalembert, aki itt ebben a házban lett csillagásszá, és a Szegedi Egyetemi Csillagvizsgálójában fedezték fel ezt a kisbolygót. Gábor egyébként most Bostonban dolgozik. Én kérdésem az, hogy tudta a szegedi kollégáját rávenni arra, hogy ne Szegednek nevezzék el, hanem Székesfehérvárnak. Mert már egy Szeged kisbolygó kapott nevet. De valami érdekes módon ezt hagyd tegyem én hozzá, a szegedék vagy nem reláltak annyira pozitív módon erre a névadásra, mint a... Na jó, én nekem is az volt a gyanúm, hogyha... És különböző állítólag már József Attila nevű kisbolygó is van. Na jó, de az már arra végződik, tehát az a régi hagyományok szerinti kisbolygó névnek is megfelelne, míg a Szeged, a Szeged névről az arról azonnal látszik, hogy mondjuk az utolsó 50 évbe adták. Mert még a Kulin az szalontát elnevezhetett különösen vita nélkül, de az ára végződött, és azért úgy nézett ki, mintha ez egy latin kisebb istennő lenne, és... És elhitték. Na, még annyival tartozom, kedves vendégeink, hogy tiszteletbeli munkatársainkat bemutassam. Vizipált, már említettem az elején, Teplicki István szervezte saját eszközeivel a videóközvetítést, az ő munkatársa Dinnyés Lajos, Kovács Árpád pedig itt a kamera mögött dolgozott, már nem tudom, ez a sokadik alkalom, megszámlálni sem tudom. Egyébként pedig az egész rendezvénysorozatot Trukk az Zoltán kollégám szervezte, és ő ígéri, hogy szeptemberben, vagy októberben, vagy valamikor az ősszel újra találkozunk a viszontlátásra. Köszönöm szépen a figyelmet! Elhangzott Last Minute Lukács Béla, időgépek, meteoritek, fekete lyukak és kisbolygók. Lukács Béla előadása. A Mindentudás főiskoláján Székesfehérvárott a Szabadművelődés házában 2007. áprilisában elhangzott előadás felvétele. A felvétel elkészültét a Magyar Csillagászati Egyesület tette lehetővé.